Reggel 9 óra körül van, és nekünk nagyon jó éjszakánk volt. Igen. Itt vagy benne, tévedeztek. Nem, nekem a selfie kamera kell, mama. A selfie kamera. Ott van az Ancsi baba. Ott. Ott. Tiszta tejci a szád. Ilyen epres tejet ivott, és nagyon ízletnek ilyen joghurt italt. Mi van? Nem engedi, hogy megcsináljam a haját. Rossz vagy ma reggel, viszont nagyon jó éjszakánk volt, 8:30-ig aludt mindkét gyerkőt, úgyhogy jól kipihentem magam én is, 8:30-kor keltünk. Csináljuk már meg a hajadat, baba. Nézd meg, anyának is meg van csinálva. Látod? Lóg a szemedbe meg mindenhová. Le is kéne vágni a fufrudat. Igazából. Vagy lenövesz? Mi legyen ezzel a fufru szerkezettel? Hagyd fésüljenek meg. Jó? Cuki. Cuki, amire meg itt lépked. Ne harapj. Nem harapunk. Ne harapj. Titus. Megcsíplek, meglátod. Popsi vagy csípek, ha rossz vagy. Anna! Hallod? Most meg csíp. Rossz vagy ma reggel. Túl aludtad magad. Az az igazság, hogy túl aludtad magad. Na, mi új semmire? Jössz te is? Hello. Apa, baba. Apa dolgozik. Apa dolgozik. Igen, apa dolgozik. Apa. Na, ne bántsd a kicsit. Hát ide jött. Anna, észel. Észel már. Úgyhogy nagyon pörög mindenki, már félig meddig megreggeliztünk, még amire még csak üveget ivott, majd mindjárt kap egy kis porridzsot, csak előtte ki akarok teregetni, mert most járt le a mosás, beraktam egy ilyen gyors mosást. Úgyhogy kiteregetünk Ancsival, igaz, Mana? Addig hagyj emésze amire az üveget, aztán megreggelizünk. Van kedved? A kis porridzshoz? Kocsorzi. Te is éhes, hogy te most tettél? Mokot. Valaká. Mondjuk általában szokott tenni Ancsi akkor is, amikor amire reggelizik. Na jó. Úgyhogy így indul a napunk. Jaj. Amire most már mindenhol. Feláll, és magára rántotta a széket, de nincsen semmi baj, csak egy kicsit megütötte magát, de már semmi baj. Anna pedig valamit kér, de nem tudom, mit szeretne, mert a tejci ki van öntve a cumis üvegébe, a kolbász be van készítve a sütőbe, és készül, az epret azt ott hagyta, és evett porridzsot is. Ha? És megcsináltuk a haját. Igen. Igaz? Cuki. Jaj, megsimogatja ő a babát. Adj neki egy puszit. Úgy, baba, fejedre mered estél. Gyógypuszi. Nincsen semmi baj. Nincsen semmi baj. Tűzukám. Kicsit rendet raktunk a lányok szobájába, meg közben építőkockáztunk is egyet. Építettünk, meg szétszettünk. Meg összekerestem ezeket a labdákat, szép volt hova az egész a lakásban. Szeretnél te is szelfizni? Gyere! Amire felébredt, Anna még alszik. És épp az akváriumot néztük meg vele. Felvettem, aztán megnéztük a halakat közelebbről. Igaz, Mancis? Hova mész, Titus?
Hát anya, fel kéne állni. Csak annyi kapaszkodó után néztem. Igaz? Már állandóan elcsorogsz. Igen. Nagyon ügyes vagy. Ó, bum. Vigyázz a buksira. Bum, 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 bum. Cukikám. Itt most jó kis bújó helyet lettek nekik a székek alatt. Annos meg alszik, megnézzük, hogy alszik. Úgyhogy így indul a délután. Beszéltem Danival, lehet, hogy hazajön, amikor szünete lesz. Mert végül is egy negyed óra alatt beér, vagy 20 perc alatt, és akkor egy 20 percre haza tudna ugrani. Ha van kedve, azt mondta, hogy szerinte lesz. Mit csinálsz, baba? Hova találod a babakocsit? Jaj, de ügyes, nézd meg, milyen erős. Hát eltolja a dupla babakocsit. Ilyen idő van, kicsit szürke. És bármelyik pillanatban leszakadhat igazából az ég. Legalábbis nagyon filóztunk, mielőtt elindultunk, hogy vajon érdemes-e kijönnünk. Aztán végül is elhoztam a babakocsit, hogyha elkezdene esni az eső, akkor a csajokat beleültessem, amire rám van kötve, annak pedig sétált meg, hát igazából tolta a babakocsit. Megtolja még most is. Apa is hazajött a szünetről, úgyhogy itt van velünk, és sétálunk egyet. Csajokkal eljöttünk shoppingolni. Igazából Annának már vettem a Mother Care-ben egy harisnyát, meg vettem nekik a Tesco-ba egy ilyen isotós poharat, Ancsi eszik, meg magamnak nézek fekete blúzt dolgozni, és ezt néztem ki, de nincs méretemben, úgyhogy még egy kicsit nézelődök. Dani közben már elindult vissza az étterembe. Úton vagyunk már hazafelé. Meg akartam mutatni ezt a cuki kis környéket, meg találtunk egy tök aranyos játszóteret ott bent, úgyhogy ott megállunk még egy kicsit, hogy Anna tudjon egy kicsit játszani, meg amire szerintem megetetem. Jaj, jaj, menjünk már, menjünk már! Igaz? Mit szeretnél? Megetted azt a izért? Ez ilyen puffasztott kukorica, amit eszik. Amire még itt nézelődik rajtam. Úgyhogy így voltunk most sétálni. Sokáig Anna is egyébként tolta a babakocsit, csak a vége felé ült be, mert azt mondta, hogy elfáradt. Anna! Mi van, Titus? Kupa! Kaja, éhes vagy? De hát most is eszel, még van is az öcskóban. Mit akarsz még enni? Menjünk a játszótérre, megyünk, jó?
Mana! Na gyere! Hú, ez jó meredek! Na gyere! Nem? Ne videózzalak? Hagyj videózzalak le! Tudj! Ez egész jó ez a túlza, nem? Ez jó meredek. Nézd csak, van itt egy ilyen kis ház is. Nézd csak, megnézed ezt a kis házat? Hogy nem érdekel? Mana! 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 Az a legjobb játék, hogy a babakocsit tolni, de most be van húzva rajta a fék. Amirát igazából mindjárt beleültetem, mert a kendőben nem tudom megetetni. Tétós! Menjél hintázni, vagy csúszdázni, vagy ilyesmi. Na, beleülsz? Beleültesselek?